Sziasztok! Ebben a videóban a kisokomától fogok egy pár szót ejteni. Ha érdekel titeket, figyeljetek! Na, kis akkumulátor, igazából több dolog miatt gondoltam, hogy beszélek erről, hiszen mindig a Facebook csoportokban fejlődnek a kis akkumulátorral kapcsolatos problémák. Sok-sok kis kellemetlenséget tud okozni, hogyha már esetleg merül az akkumulátor, az autó mindenféle rendellenes dolgokat csinál. És amiért gondoltam, hogy most már csinálok erre egy videót, az az, hogy az én autómban még mindig a gyári akkumulátor van, ami már most januárban lesz 6 éves, úgyhogy várható, hogy előbb-utóbb azt mondja, hogy szevasz. Meg hát tél is van ilyenkor, általában a kis akkumulátor is jobban megsínyli a hideget. Szerencsére manapság nincsenek olyan hidegek, mint régen, vagy 10, mínusz 10, mínusz 20 fok. De azért kellemetlen tud lenni, hogyha reggel megindul az autó, és mennénk valahova. Na szóval, kis akkumulátor. Sok esetben az autónak a problémáit meg lehet oldani azzal, hogy esetlegesen leveszük a sarukat, és várunk egy 5-10 percet, és újra visszatesszük, és összeszedi magát. Vagy rá kell mérnünk, és esetleg tölteni rá, hogy a 12 volt bőségesen meg legyen a akkumulátorban, rendesen tudja működni az autó. Utána kérdeztem több emberkéne, akik már régebb óta villanyautóznak, és többféle villanyautóval foglalkoztak, hogy mégis hogyan lehet kideríteni azt, hogy most az akkumulátor tényleg rossz-e, vagy kezd-e megdögleni. Mert egy benzines dízel autónál kapásból kiderül, amikor engem indítunk, és akkor nehezen indul, akkor már tudjuk, hogy ott azért cserélik el lassan a akkumulátort, vagy éppen sürgősen. Sajnos villanyautónál ilyen előjelek nincsenek. Ahogy körbe kérdeztem, hogy ilyen-olyan módon valahogy azt mondták, nincs. Nem lehet megnézni. Például az Ioniq 28-nál, ha be van kapcsolva a külső akkumulátor kimélő, és hogyha sűrűn úgymond bekapcsol, hogy az esetleg előjel, azt mondták, az sem. Kérdeztem esetlegesen, hogy akkor vannak ezek akkumulátor tesztelők, hogy ezek megmutatják-e, hogy akkor tényleg milyen állapotban az akkumulátor, és azt mondták, hogy azt sem fogja tudni megmutatni pontosan. De azt mutatja, hogy már majdnem rossz, akkor is még azt mondták, hogy akár egy évig is simán elmehet azzal az akkumulátor az autó. Én ezt úgy vélem, hogy ez abból fakadhat, mivel a elektromos autó nem vesz fel olyan nagy áramokat, mint egy benzines dízel autó, amikor indítjuk, akkor ilyen több száz amperek is folynak. Igazából egy elektromos autónál csak és kizárólag a fedélzeti elektronikához, amihez kellnek azok a pár száz wattok. Visszatérve a akkumulátor tesztelő dolga, ez bizonyos szempontból ez még alátámasztást is nyert nálam, mivel januárban a 120 000-es szerviznél elvileg megvizsgálták az akkumulátort, és azt mondták, hogy most már azért idő lenne cserélni, mert most már nincs a legjobb állapotban. Hát ez lassan már egy éve volt, és még mindig kiválóan működik az autó. De hát mit tegyünk akkor, hogy esetlegesen ne kerüljünk bajba, ha nem működik az autó. Hát, ha van töltők, akkor ezzel meg tudjuk oldani, hogy némi időt ráfordítanán eltöltünk, vagy szerezünk egy ilyen zsebbikát, de erről már egy következő videóban beszélek. Szóval igazából én is gondolkoztam, hogy mi legyen, hogy akkor most vegyek egy találtalék akkumulátort, de amíg még egy évig elmegy az autó vele, akkor igazából csak itt áll az aksi, és akkor én is úgy döntöttem, hogy veszek egy ilyen zsebbikát, és akkor majd ezzel rákészülünk, hogyha esetlegesen probléma van, akkor rátesszük, és meglátjuk, hogy itt mivel az autó. Szóval igazából, ahogy a mások is mondták, nem nagyon lehet másképp rákészülni, legyen egy zsebbika a zsebbe. Reggelente, amikor már úgy látjuk, hogy azért hidegebbek vannak, vagy már tudjuk, hogy elég öreg az akkumulátor, mint vagy nálam is. Ezért most már januárban 6 éves lesz. Én sem vettem észre semmiféle problémát, hogy vacak volna, vagy ilyesmi. Én építettem be egy ilyen USB töltőt, amin van feszültségkijelzés, autó esetek nagy részében folyamatosan tölti a kis akkumulátort, amikor megy az autó,
Általában csak egy nap állás után szoktak kijönni, például az akkukímélőt is. Nem nagyon volt ettől még sűrűbben, még nem is állt túl sokat az autó, általában mindig megyek vele. Úgyhogy, és az az érdekes, sokan azt mondják, hogy ritkán tölti a, legalábbis az Ioniq a kis akkumulátort. Menet közben én azt vettem észre, hogy legalább a 89%-ában megy az autó, mindig tölti a kis akkumulátort. És amikor nem is tölti a kis akkumulátort, akkor is, amikor megint az autóba is fékezünk, akkor nem csak a nagy akkumulátor töltődik, hanem azt vettem észre ez a feszültség figyelőn, hogy a magát a kis akkumulátort is tölti olyankor. Akkor elfékezel, látod, hogy megy a rekuperáció, és akkor a kis akkumulátor is töltik. Ez meglepő volt számomra, én azt hittem, hogy csak az autó töltésénél, vagy amikor maga az autó tölti a kis akkumulátort, akkor megy a kis aksi töltése, de ezek szerint nem. Ez mondom, ez minden Ioniq 28-ra vonatkozik, nem tudom, hogy más elektromos autónál ez hogyan működik. Azokat még nem láttam, nem próbáltam. Úgyhogy én is most akkor ezzel a zsebbikával járok a zsebembe, na azért mégis már csak 6 éves, meglátjuk, meddig fogja bírni, mikor jön ki az első reggeli halál, aztán utána kell venni egy akkumulátort. Gondolkoztam én is rajta, hogy milyen legyen majd a következő akkumulátor, mert ez a gyári akkumulátor 120 ezer szervizni valami 60 ezeres árajánlatot kaptam, éppen olcsó. Többek ajánlották ezt az Exide akkumulátort. Régen én is használtam, még a benzines autóimban is nagyon jó tapasztalataim voltak vele, nagyon jól bírta és sokáig. Úgyhogy lehet, hogy én is maradok ennél a típusnál majd, hogyha a gyári azt mondja, hogy Sanyi. Ez most legutóbb, amikor néztem, ilyen 25 ezer környékén volt, még a kettőt is kell venni ugyannyi idő alatt, még akkor is jól járunk vele szerintem, de hát igazából mindenki döntse el, mire van pénze és kedve foglalkozni vele, aztán meglátjuk. Szóval nagyjából kis akkumulátor, ennyit akartam, ami így eszembe jutott, talán érdekességek. Hát sajnos ez egy ilyen dolog a villanyautónál, hogy nem tudjuk, milyen a kis akkumulátor éppen. Tehát reméljük, hogy nem éppen akkor hal meg, amikor legfontosabb lenne, de van nálunk egy zsebbika, akkor talán tudjuk ezt küszöbölni, és el tud menni a következő akkumulátor boltba, venni egy új akkumulátort. Na jó van, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, mi mindig teljesen ingyenes, és találkozunk a következő videóval. Sziasztok!